Egyre több fiatal házaspár vásárol új lakást állami támogatással kombinált hitelből. Egy régi új támogatási forma, az úgynevezett szocpol, ma ugyanolyan népszerű a fiatalok lakáshoz jutásakor, mint évtizedekkel ezelőtt, mondta Kormos Zoltán, az OTP Bank lakáshitelek főosztályának igazgatója Püspökladányban, amikor egy ajándék babakocsival köszöntötte a 100. házaspárt, akik sikeresen igényelték otthon teremtésükhöz ezt a támogatási formát az OTP Banknál. A Püspökladányi Tóth házaspárnak legalább annyira jött időben az új otthon teremtési támogatás, mint az OTP Bank ajándéka, hiszen a hónap végén születik meg első gyermekük. A fiatalok igencsak elkeseredtek, amikor 2009. júliusában megszűnt a korábbi lakásépítési kedvezmény a szocpol igénylésének lehetősége. 2012-ben szinte elsőként adták be igényüket, amikor az otthon teremtési program újabb lehetőséget teremtett az emberek számára, hogy visszanemtérítendő állami támogatással új lakáshoz jussanak. A Tóth házaspár megfelelt minden követelménynek, így ősszel már be is tudnak költözni saját családi házukba itt Püspökladányban. Az OTP Bank számára mindig kiemelkedően fontos volt az otthon teremtés, ezért elsőként már 2012. február 18-ától elérhetővé tették a lakásépítési támogatást a fiataloknak. A legnagyobb hazai kereskedelmi banknál azóta is folyamatosan emelkedik a szocpol igénylések száma, hiszen egyre több ügyfél ismeri fel ennek a visszanemtérítendő állami támogatásnak az előnyeit. Miután a konstrukció összevonható egyéb banki termékkel és akciókkal is, így még kedvezőbb szerződési feltételeket lehet elérni. Becslések szerint az év végéig akár 1000 támogató döntés is megszülethet. Az idén január 1-én bevezetésre került lakásépítési támogatás célja az energiatakarékos, megfelelő komfortérzetet biztosító lakások építésének támogatása, a gyermekvállalás és a munkavállalás ösztönzése. A támogatás mértéke 800.000 forinttól 3.250.000 forintig terjedhet. Az összeg függ az eltartott, illetve vállalt gyermekek számától, az ingatlan hasznos alapterületétől, ami 60 és 160 négyzetméter lehet, és az ingatlan energetikai minőségi osztályba sorolásától. A kérelem elbírálási ideje az átvételtől számítva legfeljebb 30 naptári nap, amennyiben minden előírt igazolás és dokumentum rendelkezésre áll. Az ügyfelek által igényelt átlagos összeg 1.450.000 forint, a lakásépítési támogatással az igénylő jelentős kedvezményeket érhet el.